nem vagyok hivatásos lakberendező, nem is foglalkoztam ezzel soha, de valahogy az otthonom az nagyon fontos, és borzasztóan fontos a színek harmóniája, a dizájnok harmóniája, hogyha így fogalmazhatok, és a függöny volt egyébként a legsarkalatosabb kérdés, a legnehezebben megoldható kérdésem a mostani lakásomban, mert vannak helységek, ahol azt szeretem, ha inkább olyan kicsit háttérben van, de mégis szép, mégis mutatós, mégis felöltözteti azt a szobát, és van olyan pont a nappali, ahol viszont pont a függöny kellett, hogy domináljon, úgyhogy elég sokat járkáltam utána. Nagyon örülök, hogy most például gazdagodik a hazai függöny kollekció, például a gardéniával azzal, hogy újra feléreztik, és hát lehet látni azt, hogy annyira sokféle van, hogy nem most kell éppen megoldanom, bár lassan aktuális lesz majd megint, mert hogy nehéz választani ebből. Emlékszem fiatal koromból is, azt hiszem, hogy a legtöbb otthonban legalább egy ablakot díszített a gardénia. Ez egy 100 éves magyar márka, legyünk rá büszkék. Én nagyon örülök, hogy volt valaki, aki észrevette ezt, és van egy olyan cég, amelyik észrevette azt, hogy sajnos a piaci átalakulás miatt ez elveszhet, ez a 100 éves, tehát évszázados múltra visszatekintő magyar márka, úgyhogy nagyon örülök, hogy megmentették, és különösen örülök annak, hogy miközben megtartják a gardénia és így a magyar sajátosságokat a kollekcióban, ahogy végignéztem, meg nem mondaná senki például, hogy magyar márkáról beszélünk, mert hogy nagyon szerves részévé tette az európai trendeket. Hozzám nagyon közel állnak a pasztelszínek. Azt mondom, hogy mindenben én a mértékletesség híve vagyok, így szerintem a pasztelszínek a színskálában pont az arany középutat jelenthetik, úgyhogy ez pedig most nagyon nagy mennyiségben található meg a kollekcióban, meg a földszínek, a barnás, drapós, aztán ugye a fémes színekből az arany és ezüst, ami meg lehet mondjuk tényleg egy nappali, ahova vendégeket fogadunk, annak a függönye, tehát azt a szobát öltöztetheti föl, de azt tetszik benne, hogy abban is vannak például pasztelesebb irányba húzók, ami nekem például inkább a szívem csücske. Hát én az organzáktól vagyok itt elájulva a mostani kollekcióban különösen, és nem csak azért, mert színeiben én nem szeretem az egyszínű dolgokat, tehát szeretem, ha van minta, vagy ha nem színekben van minta, hanem például, mint itt lehet látni, hogy a textúrájában nagyon izgalmas kombinációkat oldottak meg, úgyhogy méltó lesz ahhoz az eddigi 100 évéhez.